Góranga! Szeretettel üdvözöllek a csatornámon. Engedd meg, hogy bemutatkozzak, Juhász Tamás Miklós vagyok. Az utóbbi időben ugye jó néhányan csatlakoztatok a csatornához, és gondoltam, hogy megosztok veletek néhány talán hasznos információt. Először is az, hogy a góranga azt jelenti, hogy légy boldog, tehát jó néhány videóm így kezdődik. Ez egy köszönés, egy üdvözlés és egy jó kívánság egyben. Amit fontosnak tartok elmondani, hogy nekem van három Facebook csoportom, ahová csak a rövidebb tartalmú videókat tudom feltölteni. Minden hosszabb videó a YouTube csatornára kerül feltöltésre, és ezért most elmondom nektek, hogy nagyjából hogyan lehet használni úgymond ezt a csatornát. Az egyik elsődleges és mondjuk úgy fontos csoportom a Szösszenetek nevű csoport. Tehát az olyan kezdetű videókat itt a YouTube-on, mint a hajnali gondolatok, kötetlen beszélgetések, meg az, hogy általában ezek az elgondolkodós, hát inkább úgy mondom, hogy a megvalósításaimat összefoglaló videók a Szösszenetek nevű csoportban meg. Kicsit fúj a szél, majd biztos minden. A másik csoportom az Éjj Szabadon Góranga, ugye azzal a névvel fut. Igen, neked is be kell mutatkozni, igen, ő Nishima. Szóval az Éjj Szabadon Góranga nevű csoportomban az életvitelemmel, életmódommal kapcsolatos videók kerülnek megosztásra. És végül, de nem utolsó sorban, van egy olyan csoportom, hogy a Srila Prabhupada könyvek felolvasása. Tehát az összes olyan videó, ami úgy kezdődik, hogy hangos könyv, az mind a Srila Prabhupada könyvek felolvasása nevű csoportomba készül, de mindig meg van osztva a YouTube csatornán is. Néhány információ rólam. Nekem van egy múltam, mindenkinek van. Volt egy életutam, mindenkinek van. Nekem volt egy szabad akaratomból egy határozott döntésem, hogy szeretnék változtatni az életemet. Hangsúlyozom, én nem vagyok követendő példa. Nem vagyok coach, nem vagyok guru, nem vagyok senki. Nem tudom megmondani, hogy például te, vagy bárki, hogyan lesz boldog. Hát, eleve a boldogságról is vannak külön videóim, ha érdekel, majd nézd meg. Maradjunk ennél a szónál, hogy boldogság. Nem tudok ebben senkinek konkrétan tanácsot adni, de nagyon szívesen megmutatom, hogy én hogyan csináltam. Én nagyon szívesen válaszolok minden kérdésre, minden felvetésre. Örömmel venném, hogyha esetleg ez kultúrált hangnemben és kultúrált nyelvezettel zajlana. Lényeg az, hogy akiket mondom így például ezzel az életmóddal, életvitellel kapcsolatos videók érdekelnek, a leírásba be fogom linkelni mindegyik csoportot. Ő nekik szívvel lélekkel javaslom az Éjj Szabadon Góranga nevű Facebook csoportot. Hát oda lényegesen több videó kerül feltöltésre, de azok hát rövidebb videók. Akiket kifejezetten a hangos könyvek érdekelnek, ugye ő neki a Srila Prabhupada könyvek felolvasása, illetőleg van egy Krisna tudatú csoportom, a Megértés útján nevű csoport, és végül, de nem utolsó sorban a Szösszenetek, ott pedig ki vannak választva tulajdonképpen csak ezek a gondolat, megosztós, elgondolkodtató, filozofálgatós videók. És akkor, aki csak ezek érdekelnek, akkor neki például javaslom, hogy akkor az Összenetek csoportot keresse föl, és akkor ott tud válogatni a tartalmak között. Én nagyon-nagyon szívesen fogadok kérdéseket, és mindig hangsúlyozom. Tehát én nem mondtam senkinek, és nem is mondom senkinek, hogy költözzél ki egy sivatagba, és kezdjél egy új életet hulladékgazdálkodásból. Ez az én megvalósításom, ez az én utam, de talán hasznos ötleteket, új megértéseket lehet szerezni a videóim által.
biztonsági kártyában, vagy ott van, mert amúgy nagyon meleg van. Egyébként én Tenerife-n élek egy sivatagos részen, egy kutyával, meg egy cicával. Csak most nagyon meleg van, és mindenkettő keresi az árnyékot. Tulajdonképpen pénz nélkül élek, és számomra így valósult meg egy nyugodt és békés élet. Nem követendő példa, de talán segítség lehet néhány általam megélt, vagy általam megvalósított dolog, akár az anyagi világban is. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel a további videókat. Nagyon szívesen készítek konkrét témára videót, tehát ezek inkább ilyen filozófiai tartalmú videók, különböző gondolatok, különböző megvalósítások, és persze azzal kapcsolatosan is nagyon szívesen adok nem tanácsot. Tehát amit én megtapasztaltam, tapasztalatot, nagyon szívesen megosztok tapasztalatot, ha például valaki szeretne kiköltözni a szabadba, nem pont Tenerife-n, akár Magyarországon is, és igazából ennyi. Úgyhogy bízom benne, hogy örömmel fogjátok fogadni a jövőbeni tartalmakat, valamint szívesen nézitek meg a korábban feltöltötteket, és még egyszer akkor ismétlem magam, ha bármi kérdésetek vagy észrevételetek van, akkor szintén a Facebookon Juhász Tamás Miklós néven megtaláltok, és lehet akkor üzenni, kérdezni, kommentelni. Szóval mindenkinek csodaszép további napot vagy estét kívánok, és Hare Krishna, Hari Hari Bol.